tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő műsora. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, viszont nagy örömömre szolgál, hogy ezúttal nem egyedül vagyok a műsorban, hanem köszönthetjük itt Dr. Hirn Attilát, aki az Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumának a vezetője, és ráadásul emellett a Remret Kft. Űripari cég ügyvezetője, illetve a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettese is. Attilának a kutatói profiljáról egy nagyon jó interjú, amit ajánlok a hallgatók figyelmébe. A Magyar Asztronautikai Társaságtól megvásárolható az Űrtáborosaink című kitűnő könyv, amiben többünkkel van egy beszélgetés, és hát nagyon érdekes és tanulságos Attilával kapcsolatos beszélgetés, amit olvasható, hogy hogyan jutottál te el addig, hogy jelenleg magyarországi űrdozimetriának egy megkerülhetetlen alakja vagy. Szóval nagyon-nagyon köszönöm, hogy vállaltad ezt a mai beszélgetést. Jó reggelt kívánok, és én is köszönöm szépen a meghívást. És hát már nagyon érett ez a meghívás több szempontból is, hiszen ahogy bárki megnyilatkozik a magyar űrtevékenységről, de ez konkrétan szerintem az elmúlt évtizedekben minden alkalommal, hogyha valami politikus vagy politikához köthető személy, vagy bárki megnyilatkozik a magyar űrtevékenységről, hogy miben jeleskedik a magyar űrtevékenység, akkor alig ha hagyhatta ki az űrdozimetriát, hiszen ugye jól tudjuk, hogy például az éppen annak az intézetnek a jogelődje volt a KFKI, AEKI, ahol most te dolgozol, konkrétan ugyanaz a hely lényegében, igazából csak a név változik folyamatosan, de ugye ez a szellemi örökség ez ugyanaz, ami már a Farkasberci repülése óta tulajdonképpen a pille és egyéb ilyen sugárdózis kutató eszközök jóvoltából az élvonalban tartja a magyar űrtevékenységet, ami most kifejezetten a dolog aktualitását adja, hogy kevesebb, mint egy héttel ezelőtt pályára állt a RadCube műhold, ami, amit a neve is mutatja, radiációval és kozmikus sugárzással foglalkozó CubeSat, vagyis egy három egységes CubeSat, egy három literes, nagyjából három kilós magyar fejlesztésű kis műhold, illetve természetesen későbbi részében az adásnak elkerülhetetlen lesz egy másik aktuális témának az érintése is, ami pedig, amit te úgy fogalmaztál meg, hogy egy ajándék a magyar űrkutatói szakmai közösség számára augusztus 20-a alkalmából, Magyarország űrstratégiájának elfogadása, hogy egyáltalán mi az a magyarországi űrstratégia, mi van benne, és mi következik ebből az űrtudományra és az űrtechnikára vonatkozóan. Szóval ezek lennének a mai témáink. És akkor először is hadd kérdezzelek erről a RadCube-ról, ami pályára állt, mit csinál ez a műhold, mire való, mióta dolgoztok rajta, és különben is, mi ez az egész? Tehát ahogy köszönöm szépen a felvezetést, meg a bemutatást is, ez a műhold egy gyakorlatilag nemzetközi konzorcium keretében megvalósult műhold, magát a műhold platformot, tehát az alaprendszert egy magyar űripari cég, a C3S Kft. Fejlesztette. A mi kutatóközpontunk, illetve laborunk egy sugárzás mérésre és mágneses térmérésre szolgáló műszeregyüttes fejlesztését vállalta. Ezen belül a műszeregyüttesen belül a mágneses tér érzékelőt egy angliai egyetem, az Imperial College London kutatói szolgáltatták, és a mágneses tér méréshez szükséges, majd később ebből említést teszek, árbóc szerkezetet pedig egy lengyel cég, az Asztronika Kft. Szolgáltatta. Ez a program 2016-ban indult, és hát ez egy évvel azután volt, hogy Magyarország az Európai űrügynökség teljes jogú tagjává vált, és gyakorlatilag az első úgynevezett választható program, amire Magyarország feliratkozott, vagy amihez csatlakozott, az az általános technológia fejlesztési program, a GSTP volt. Ennek keretében fejlesztettük ezt a műszer együttest, illetve készült el a műhold, amelyet 17-én
bocsátottak fel földkörüli pályára a Vega VV-19 küldetés keretében. Ez egy azért fontos ez a műszer, amiről mi beszélünk, magáról a RadMagról, ami a RadCube műholdon foglal helyet. A RadCube-ot már fölbontottad, tehát mind radiáció, sugárzás, mérés, illetve a Cube, mind a CubeSat, tehát ez a kockákból összeállt műhold. A RadMag pedig a Rad, mint ugyanúgy radiáció, a Mag, meg, tehát sugárzás, illetve Mag, mint mágneses tér mérés együttesen egy műszeretségben. Amit itt először így a célokról tennék említést, tehát miért is akarjuk mérni, ráadásul pont egy közös műszerpakban, műszer együttesben a földkörüli térségben a sugárzási tér változásait és a mágneses tér változásait. Hát ez az a környezet, tehát a világűrben, annak ellenére, hogy mindig arról beszélünk, hogy nagy üresség, végüres tér, vákum van, nincs ott semmi, hát nagyon is van, és nagyon, még ha nincs is, attól még az nagyon változni tud, az maga a környezet. A környezetet nagyrészt a nap tevékenysége irányítja. Itt arra kell gondolni, hogy ahogy emelkedünk a Föld felszínéről, egyre ritkább lesz a Föld légköre, de hát ez a légkör ez nem hirtelen szűnik meg létezni, hanem fokozatosan egyre ritkábbá válik, és egyre kevésbé lesznek jelen benne stabil molekulák, atomok, ezek a napból érkező, főként a napból, de a környező csillagokból, a galaxisból érkező sugárzás hatására ezek ionizálódnak, és hogy emelkedünk fölfelé, egyre inkább ez egy ilyen ionizált állapotú, lényegében plazma állapot lesz. Emellett a Földnek van egy mágneses tere, ez is ezzel kölcsönhatásban van, illetve hát úgy szintén a nap tevékenységének köszönhetően ez is folyamatosan változik, vagy időről időre változik az űridőjárás függvényében. És hát itt említettem azt a két fő szempontot, vagy paramétert, ami az űridőjárás vizsgálatában kulcs szerepet játszik. Ezen kívül van még számos egyéb, tehát amit különböző kutatócsoportok szerte a világon mérnek, de ezek közül két nagyon fontos paramétertér, vagy hát hogy mondjam, jellemző, az egyrészt az az ionizáló sugárzások, tehát a kozmoszból és a napból származó kozmikus sugárzásnak a spektruma, tehát az összetétele, energiaeloszlása és ennek változásai, a másik pedig a Föld mágneses terének a térerősség változása. És az Európai űrügynökség, mint a világ egyik jelentős űrtevékenységgel foglalkozó, egyébként kormányközi szervezete, célul tűzte ki, hogy saját műhold hálózattal, illetve mérőhálózattal rendelkezzen, ami azt a célt szolgálja, hogy folyamatosan nyomon tudják követni az űridőjárás változásait, aminek, ahogy említettem, fontos paraméterei ezek mind a kozmikus sugárzási térváltozása, illetve a mágneses térváltozásai. Itt most analógiaként, ha úgy vesszük, akkor ugye a Földön a földi időjárást is számos különböző paraméterrel jellemezhetjük egy adott régióban, kezdve a hőmérséklettől, vagy széliránytól, szélerősségtől, páratartalomtól, stb. Itt más jellemzőkről beszélünk, de hasonlóképpen hektikus és változékony jellemzőkről van szó. Tehát ezért fontos ezeket mérni, nehéz előrejelezni, hasonlóan, hogy a földi időjárást is nagyon nehéz előrejelezni. Itt még hátrébb vagyunk, tehát amíg a Földön azért ezek a párnapos előrejelzések azért már eléggé nagy megbízhatóságot mutatnak. Igazából mi még a nap tevékenységét nem tudjuk előrejelezni. Amit előre tudunk jelezni, az, hogyha valamilyen esemény történik a napon, egy korona kidobódás, tehát napkitörés mondjuk így, akkor modellszámítások segítségével meg tudjuk mondani azt, vagy meg tudják mondani a kutatók, mérnökök, hogy mekkora eséllyel fogja ez a Föld pályáját keresztezni, mekkora eséllyel fogja a Föld körüli térségben vagy a Földnek a mágneses terét megzavarni, és ezáltal különböző problémát okozni a Föld körül keringő műholdakban, vagy akár a földi nagy rendszerekben, hálózatokban.
Na, ezzel kapcsolatban lenne is egy kérdésem, hogy amikor például történik egy ilyen koronakitörés a napban, ugye azt tudjuk, hogy a fény az 8 perc alatt ér ide a naptól, de hogy nagyjából például egy ilyen egy részecske áram, mondjuk egy töltött részecskék mennyi idő alatt jellemzően, tehát nagyságrendileg mennyivel később követik a fényét ennek. Tehát mi ennek igen, az átfutás pont ideje? ez a szerencsénk, ha úgy tetszik, tehát hogy a fény az 8 perc alatt ideér, és észlelhetjük akár földkörüli pályán keringő műholdak segítségével. Hát rosszabb esetben, hogyha pont a nap túloldalán történik egy ilyen esemény, azt persze innen nem látjuk, de erre meg napkörül keringő űrszondák szolgálnak ennek a detektálására. Tehát a fény jelét, vagy hát a különböző hullámsávokban, a hullámszokon tudjuk vizsgálni a napot. Ez durván 8 perc, amíg ideér a földkörüli térségbe. Ehhez képest a töltött részecskék jellemzően pár óra, pár nap, egy-két nap, amire elérik a földkörüli térséget, és ez elegendő időt biztosít arra, hogy az egyes érzékenyebb műholdakat esetleg más irányítottságba helyezzék, tehát hogy a nap felé, vagy hát a töltött áram irányába néző oldal az egy védettebb oldal, vagy árnyékoltabb oldal legyen, esetleg, hogy lekapcsoljanak olyan a rendszereket, amelyek sugárérzékenyebbek, illetve hát emberes küldetések esetén ez elegendő ahhoz, hogy újra tervezzék a küldetést, olyan értelemben például, hogyha a nemzetközi űrállomáson terveznek egy űrsétát, akkor azt elhalasztják ilyen esetben, tehát ugye maga egy űrséta is 8 órás, akkor is, hogyha történik egy ilyen pont egy űrséta idején, akkor van idejük az űrhajósoknak visszaszállni a nemzetközi űrállomásra, de későbbiekben egy hold expedíció esetén is elegendő időt biztosít ez arra, hogy legalább egy védettebb helyre tudjanak az űrhajósok visszahúzódni. Először is a kedves hallgatóknak azt úgy hozzátennénk, hogy amikor a napból érkezik egy töltött részecske, akkor annak egyáltalán nem triviális útvonalt jár be a Föld mágneses terébe lépve, hiszen például ugye egy töltött részecske, hogyha belép egy mágneses térbe, akkor ugye annak lesz egy ilyen egy körkörös komponense tulajdonképpen a Lorentz erőnek köszönhetően, és így egy lényegében egy ilyen helix pályán egy ilyen csavart vonal mentén, tulajdonképpen a Föld mágneses erővonalai mentén lényegében eljutnak a legtöbbször én úgy gondolom, hogy a sarkvidékekig, és ugye ezzel látjuk a sarki fényt. Na most gondolom, hogy ezért van annak különös jelentősége, hogy ez a Red Cube műhold, ez egy lényegében egy poláris pályára került, igaz? Tehát ez egy olyan pályára, ami Ha jól láttam, hogy milyen a pálya, ez lényegében átrepül a Föld északi és déli mágneses pólusának a közelében. Ez így van, jól mondod, a műhold egy közelpoláris pályán kering, tehát egy pár fokkal tér el a klasszikus poláris pályától, ez a napszinkron pálya, és hát a Föld mágneses terét azt ugye első közelítésben úgy lehet elképzelni, mint egy rúdmágnesnek a mágneses terét, dipolterét. Ha nem lenne ugye környezete a Földnek, nem keringenénk a nap körül, vagy nem tudom, tehát nem a naprendszerben lennénk, akkor ez közelítőleg dipólus lenne. És hát mivel van a nap, amelyből folyamatosan áramlik ki a napszél, egy plazma áram, ami magával ragadja a napnak a mágneses terét is magával viszi, ez kölcsönhatásba lép a Föld mágneses terével, és torzítja ezt a dipólus teret, tehát amit így klasszikusan így általános iskolából emlékezhetünk ugye a Rude mágnesnek a mágneses terére, ez torzul, és a nap felüli oldalon benyomódik, úgymond, és a erővonalak pedig a bolygóközi tér felé szétnyílnak a Földdel átellenes oldalon, tehát eléggé bonyolult szerkezet alakul ki. Ezt hívjátok úgy, ugye, hogy a Földnek van egy, nagyon szeretem ezt a szót, mert jól hangzik, hogy egy geomágneses úszája. Igen. Jól leírja, vagy szemlélteti ezt a formát. És ahogy említetted, ezek a töltött részecskék, amelyek egyébként például egy koronanyag kidobódás során kilépnek a nap felszínéből, és hát nem is egyenes úton, de eljutnak valahogy a Föld térségébe esetlegesen,
Ezeknek egy részét egyébként ez a Föld mágneses tere, ez el is tudja téríteni, tehát bizonyos energiákon el se eltérítjük az útjukból, és nem tudnak belépni a földi légkörbe. Más különböző energiájú részecskéket pedig be tud fogni, és az erővonalak mentén ezt a spirálmozgást végzi a sarkok, gyakorlatilag az északi és a déli sark között. Ennek eredménye az is, hogy a sarkoknál, ahol ugye az erővonalak mentén be tudnak jutni ezek a töltött részecskék esetlegesen egészen a sűrűbb légkörbe, ott ionizálják a légkör molekuláit, és ennek eredményeképpen vannak ezek a szép fényjelenségek. Most a RatCube műhold, az ugye egy ilyen pár 700 km magasan kering, és áthalad mind úgy a mágneses egyenlítő térségén, tehát a mágneses egyenlítő fölött, ahol a legnagyobb a mágneses védelem, tehát ahonnan a legkevésbé tudnak a töltött részecskék lejutni alacsony magasságokig, és áthalad az általad is említett poláris régiók fölött, ahol pedig a legkisebb a mágneses védelem. És ez azért fontos, hogy ezt a két jelzőt együtt mérjük, mert nagyon szoros kölcsönhatásban vannak egymással, tehát a függ attól, hogy milyen a mágneses védelem a Föld adott pontja felett, a adott mágneses koordinátán, hogy ott milyen töltött részecskék, odalabban a pontban milyen töltött részecskék tudnak eljutni, és milyen lesz ez a spektrális eloszlás. Eddig olyan műszeregyüttes nem létezett, amely ezt a kettőt együttesen tudja mérni, tehát külön vannak persze mágneses térérzékelőket fejlesztő kutatócsoportok, cégek, meg vannak olyanok, amelyek különböző elveken, mérési elveken alapulva mérik a sugárzási tér összetételét. Ez az első olyan műszer, amellyel egy időben szimultán tudjuk mérni a két jellemzőt. Ráadásul egy kis kompakt egységben, ugye hát, hogyha arról beszélünk egy három egységes CubeSatról, tehát egy cipős doboz méretű, durván 30 cm x 10 cm x 10 cm-es téglatestre kell gondolni. Ebbe ugye minden benne van, ami szükséges magához a műholdnak az életben tartásához, a kommunikációhoz, tehát az energiaellátáshoz, központi fedélzeti számítógéphez, és emellett az három egységből közel 1,3 egységet foglal el a radmag. Tehát maga a radmag majdnem kicsivel nagyobb, mint egy egységes CubeSat. És ebben foglal helyet két több detektorból álló sugárzásmérő egység, úgynevezett teleszkóp. Ezek ilyen félvezető detektorokból álló teleszkópok, amelyek azáltal, hogy ezekben a félvezető detektorokban mekkora energiát adnak le az egyes részecskék, vissza tudjuk következtetni, hogy azok milyen energiájú részecskék voltak, és így tudjuk őket detektálni. Ebből van két, tehát két ilyen teleszkópunk van, és emellett ebben az 1,3 egységben kap helyet a mágneses térérzékelő is. Az a nyitó szerkezet, ami eltávolítja a mágneses térérzékelőt, tehát ezt a magnetométert, erre azért van szükség, mert maga a műhold, miközben üzemel, természetszerűleg elektromágneses jeleket bocsát ki magából, tehát maga is egyfajta zajforrás a mágneses térérzékelő számára, mert megzavarja a finom mágneses térméréseket, és ezért az a cél, hogy ezt a zajt minél inkább lecsökkentsük, és ezt úgy lehet elérni, hogy eltávolítjuk a magnetométert a műholdtesttől. Most itt, amit meg lehetett valósítani ilyen kis méretben, az, hogy 80 cm-re lehet egy nyitható árbóc végén elhelyezni ezt a magnetométert. Tehát ez föl van csévélve, ez gyakorlatilag ez az árbóc, vagy szalag gyakorlatilag. És a beüzemelési fázis egy adott pontján, amikor már leellenőrizték, hogy minden alrendszer megfelelően működik, megbízhatóan üzemel, akkor indítják ezt a nyitó mechanizmust, ami kinyitja ezt az árbócot egészen 80 cm hosszúra, tehát közel háromszor akkora lesz, mint maga a műholdnak a hossza. Ez mind ebben az 1,3 egységben van, és azért fontos ez a műszer az Európai Ürügynökség számára is,
mert kis méreténél, kompakt méreténél fogva a későbbiekben akár különböző méretű műholdakon, akár ilyen, az angol piggybacknek hívja ez a potyautas elképzelés keretében juthatna föl akár szolgáltató műholdak fedélzetére ez a műszer. Ugye az a, ahogy említettük, itt ez a földkörüli térség folyamatosan változik, ráadásul ugye a mágneses tér erőssége is a különböző koordinátákon eltérő. Időben is változik, tehát meg térben is változásokat mutat, és ezért fontos lenne időben, különböző pontokban is egyszerre egy idejűleg méréseket végezni. És ezt többféleképpen lehet megvalósítani, többféle megközelítés van. Eredetileg volt egy ilyen elképzelés a RadCube program elején, hogy akár ilyen kis CubeSatokon. Ez is elképzelhető, viszont szolgáltató jellegű méréseket egyelőre még ilyen műholdakon nem tudunk végrehajtani, tehát itt nagy megbízhatóságú, nagyon hosszú időtartamú küldetésekre kell gondolni, és az ESA azt a megközelítést választotta az elmúlt években. Két megközelítést követ. Az egyik az az, hogy ahogy említettem, ilyen nagy szolgáltató műholdakon, akár mind a Galileónak a következő generációs műholdja, ugye azok nagy műholdak, és akkor valahol találnak rajta egy kis helyet, ahol egy ilyen egy kilós, és valamivel nagyobb, mint egy CubeSat egység, tehát ilyen 10x13 centis egység belefér, és akkor oda fölhelyeznek egy például egy radmagot, és akkor ilyeneket a különböző szolgáltató műholdakkal időről időre felbocsátanak a világűrbe, és aztán lesz elegendő ilyen műszer, hogy párhuzamos méréseket, szimultán méréseket lehessen végezni. A másik megközelítés meg az, hogy az Európai Ügynökség felkíván majd bocsátani egy kimondtan űridőjárási célú úgynevezett szétosztott ilyen műszerhálózatot. Tehát ez csak azt kell érteni, hogy több műholdból álló ilyen közepes műhold, mikroműhold jutna föl különböző pályákra, és ezeken különféle űridőjárású célú műszerek foglalnának majd helyet. Itt meg az a lényeg, hogy akár például a radmagon kívül más űridőjárási paramétereket is majd lehetséges lesz mérni, tehát különféle műszereket fognak elhelyezni ezeken a műholdakon, és egyidejűleg tudnak mérni különböző pályasíkokon, különböző pályamagasságokon ilyen jellemzőket. Tehát ennek egy eléggé jelentős jövője lehet ennek a műszernek, reményeink szerint. Ezt azért is reménykedünk, mert ezzel párhuzamosan, hogy a RadCube műholdra kifejlesztettük a Radmagnak ezt az első változatát, ezt a kompakt változatot. Emellett az Európai űrügynökséggel együttműködve egy továbbfejlesztett változaton is elkezdtünk dolgozni. A koncepció kidolgozása az most ér évbe, tehát összefejezzük be az első gyakorlatilag deszka példányát ennek a műszernek, ami hasonlóképpen mágneses térérzékelőből áll és sugárzásmérő teleszkópokból, de egy ilyen moduláris összeállítást fogunk megvalósítani, vagy hát valósítunk meg. Tehát attól függően, hogy mekkora műhold áll rendelkezésre, ahova például ilyen potyautasként felkerülhet a műszer, illetve hogy attól függően, hogy mik az elvárások, tehát hogy például hány különböző irányba, térirányba kívánunk mérni, illetve hány magnetométert szeretnénk elhelyezni. Ez skálázható a rendszer, tehát egyre több, akár több mágneses térérzékelőt, vagy több sugárzásmérő teleszkópot is el lehet majd helyezni, illetve a műszerhez lehetőség nyílik arra, hogy különféle egyéb űridőjárási paramétereket, mérő műszereket lehessen csatlakoztatni. Magyarországon is vannak még kutatócsoportok, az ELTE-n például fejlesztették a SAS műszert, ami elektromágneses hullámokat vizsgál a földkörüli térségben, tehát tervény között szerepel, hogy akár egy SAS műszer, vagy egy Langmuir szonda, ami plazma elektron hőmérsékletet mér, lehessen csatlakoztatni a Radmaghoz. Tehát egy ilyen alakítható, megfelelőképpen univerzális műszert kívánunk létrehozni, ami különböző küldetéseken is részt vehet. Igen, a hallgatóink számára egyébként ez a potyautas gondolat, ez ismerősnek tűnhet, hiszen van a Szokolébresztő kedvenc műholdja, vagy hát eddig az volt, most már azért a RadCube-ot is persze nagyon szeretjük, de ugye a GRB Alpha, ami a két állandó szakértőnknek, Werner Norbinak és Pál Andrisnak a,
a kis műholdja, ugye ott is, amikor erről beszélgettünk, akkor ugye az volt, hogy ott egy gamma detektort vittek fel ugye asztrofizikai célra, ugyanígy ez egy demonstrációs küldetés, ami ott zajlik, csak ott az ő esetükben ez csak egy egyunitós CubeSat, de ott is az lenne az ötlet, hogy ezt a detektort, hogyha beválik, akkor szét teríteni tulajdonképpen, hogy mennyire jó lenne mondjuk, hogyha például, ha már ezek a Starlinkek ott vannak fönt például, hogyha például a SpaceX-et egyszer meg lehetne győzni, hogy erre a több tízezer műholdra, ezekre a műhold seregekre, ugye fölkerüljön egy ilyen detektor, azzal mennyivel nőhetne. Hát eddig ugye ott a gamma csillagászatról beszéltünk, de hát itt meg egy sokkal húsba vágóbb dolog, az űridőjárás előrejelzésnek tulajdonképpen a pontossága, az milyen mértékben növekedhetne. Igen, és itt ez egy, ahogy említetted is, ez maga a CubeSat platform, tehát a CubeSat technológia kiválóan alkalmas arra, hogy ilyen technológiai demonstrációkat végezzünk, és ugye rögtön nem lehet a SpaceX-et csak egy ötlet. Néha meg lehet, persze, tehát meg lehet környékezni őket ötlettel is, de igazán az számít, amikor az ember lerakja az asztalra azt, hogy már repült, és sikerült demonstrálni azt, hogy a világűrben azt méri, amire terveztük ezt a műszert, megfelelően üzemel, és akkor ez már egy kiváló referencia tud arra lenni, hogy utána már szolgáltató műholdak fedélzetére is felkerülhessen. És egyébként igen, így van, és hogyha egyébként már véletlenül szóba hoztam a GRB alfát, vagy nem is annyira véletlenül, akkor még egy 10 másodperces kitérő, hogy a hallgatóknak, hogy ez egy hír, egy friss hír szintén a múlt hétről, hogy először végre sikerült egy tényleges gamma kitörést detektálni a GRB alfával, amit igazoltak más megfigyelések is, tehát ez ugye eddig csak bízhatunk abban, hogy működik a detektor, ugye oda hát a GRB alfa csapatba, de hát nem volt egy konkrét kozmikus gamma kitörés, amivel ezt lehetett volna validálni, most van, és úgyhogy végre sikerült, tehát a műhold ott azt is tudja, amire tervezték, de az ott ebben az esetben, ugye ez nyilván csak hónapokkal a felbocsátás után derült igazán ki, hiszen eddig nem volt gamma kitörés. Na most a RadCube esetében most már ugye néhány nap eltelt a pályára állás óta, most jelenleg állítható, hogy minden műszer tökéletesen működik, különös tekintettel a RadMagra? Először is én is szeretnék gratulálni a GRB Alpha csapatának, illetve a magyar résztvevőknek, mert tényleg ez egy fantasztikus hír, hogy sikerült egy ilyen gamma ray burst-öt detektálniuk, és ez tényleg egy nagyszerű eredmény. Ami a RadCube-ot illeti, ott még a magának a szatelitnek, tehát a műholdnak a beüzemelési fázisa zajlik. Tehát amit elmondhatunk, hogy ugye hát még 17-én sikeresen pályára állították a műholdat, sikerült már az első nap a műhold jeleit fogni a földi állomáson, illetve hát különféle rádióamatőrök is fogták a műhold jeleit. A műholddal a kapcsolatfelvétel megtörtént. A műhold üzemeltetője arról is tájékoztatott minket, hogy a napelemtáblák eredményesen kinyíltak, és a táppalátás rendben működik. A jelenlegi tervek szerint eléggé azért még hosszú időt vesz igénybe, amíg a műhold valamennyi alrendszerét beüzemelik, illetve finomhangolják. A legutóbbi hír szerint egy nagyszerű évfordulós napon, tehát október 4-én kerülhet sor, tehát a Sputnik 1 repülésének 64. kerekszám, ugye a kettes számrendszerben, tehát hogy a fordulóján történhet meg a RadMag beüzemelése. Tehát ez még mindig nem azt jelenti, hogy itt hát már tudni fogunk, tehát már mérési eredmények is le fognak jönni, de alapjában véve ezeknek a méréseknek a célja az lesz, hogy apránként ugye az egyes alegységeket bekapcsoljuk, bizonyos ideig üzemeltetjük, és ellenőrizzük, hogy rendben működnek-e. És amikor valamennyi ilyen egység, elfelejtettem mondani egyébként, hogy a tudományos célú műszerek mellett egy technológiai másodlagos payload is, vagy hasznos teher is helyet kapott a RadMagon belül, tehát hogy még volt egy kis hely, ahol elhelyeztünk két nyomtatott áramköri lapkát, amin az európai űrügynökség
szolgáltatta, ez ilyen sugárállósági technológiai kísérletre szolgált, tehát különféle áramköri elemeket helyeztek el rajta, és a műhold üzeme közben vizsgálják ezeknek a sugárkárosodását valós űrbéli körülmények között. Tehát még ez is egy technológiai kísérlet, ami fönn van, tehát egyenként a sugárzásos térérzékelőt be fogják kapcsolni, egy pár óráig üzemeltetni, aztán bekapcsolják a mágneses térérzékelőt, bekapcsolják a technológiai kísérletet, megnézik, hogy az a rendszer, ami a nyitó mechanizmust szolgálja ki, az is megfelelően működik-e, és csak ezt követően jöhetnek azok a lépések, hogy az árbóc kinyitása, újabb ellenőrzések, majd ezt követően, ha minden rendben van, akkor jöhetnek a hosszú távú mérések. Tehát ez még azért egy-két hetet még igénybe fog venni, amíg ezek a tesztek lefutnak, és utána a teljes hivatalos üzemideje, vagy igen, nominális üzemideje a műholdnak az 6 hónap, tehát amíg mindenképp üzemelnie kell, és ez még kiterjeszthető további 2,5 évvel. Tehát itt már az a cél, hogy valamikor október közepe vége tájától kezdve már folyamatosan szolgáltasson mágneses tér és sugárzási tér adatokat a műszer, amit itt a műholdnak a műholdvevővel fogják Budapesten, ugye a C3-es Kft., és aztán a kutatóintézetben, illetve hát a mágneses téradatokat a Imperial College Londonnál akkor folyamatosan lehet értékelni. Illetve tehát a C3-esnek magának van egy műholdvevője? Mert én mindig azt gondoltam, hogy ez is hát ugye korábban ugye nyilván a műegyetem E-épületének a tetején, vagyis az E-tetőn található műhold antennát használták a műegyetemes műholdakhoz, ugye a MASZAT-hoz, meg igen, a SMOG-1-SMOG-P. Most ez magának a cégnek a saját tányérja. Na, hát akkor igazából ez is egy újdonság, mert ha jól gondolom, akkor azt is most használják először az egész földi oldalt. Éles körülmények között tudtommal, igen. Igen. Na, hát ez fantasztikus. Emellett említettem, tehát, hogy lehetőség nyílik arra, hogy mások is fogják az adatait, tehát ennek a pontos feltételeivel én nem vagyok. Komoly sugárterhelések vannak, főleg ugye űrsétákon, és hogy ezt folyamatosan tudják monitorozni, szolgálatszerűen és egy icipici berendezés segítségével, az is természetesen nagyban, sőt, hát elsősorban a ti csoportotoknak a több évtizedes tevékenységének köszönhető. Itt természetesen a PILLE dózismérő rendszerről, termoluminescens dózismérő rendszerről van szó. Csak röviden arról, ugye ez egy sikertörténet, mindenki mért a PILLE-vel, aki számít, és jelenleg is több példányban van a nemzetközi űrállomáson. Most mi újság a PILLE-vel, mik a kilátások, illetve milyen tervek vannak függőben a jövőbeli programokkal kapcsolatban. Gondolok itt elsősorban az Artemisre, amiben tudom, hogy szintén benne vagytok a NASA emberes holdprogramjában. Tehát, hogy a magyar űrdozimetria fényes jelene és jövője hogyan fest Dióhéjban? Erről kérdeznélek. Igen, a PILLE valóban a legjelentősebb, az intézetünk legjelentősebb referenciája, illetve hát talán megmerem kockáztatni, hogy hát igen, egyike mindenképp a hazai legjelentősebb referenciáknak, tehát világszerte a leginkább ismert hazai űr eszköz, ami valaha a világűrben repült, és már jó régóta, hogy te is említetted, mennyi különböző küldetésben vett részt. Azért is egy jelentős referencia, mert onnan kezdve, hogy Farkas Bertalan még mint kísérletet vitt föl a Szaljut 6 űrállomás fedélzetére. A jelenleg a nemzetközi űrállomáson üzemelő rendszer az egy szolgálati berendezés része, tehát nem kísérletként van fönn, hanem ezt az orosz kozmonautáknak a biológiai, vagy hát orvosi aktáiba kerülnek be ezek az adatok, hogy mekkora sugárterhelés éri őket, és egy fontos nyomon követése annak, hogy milyen sugárterhelés van a nemzetközi űrállomás fedélzetén. Az a rendszer, ami egyébként fönn van az ISS-en, az 2003-ban került föl, és ennek az úgynevezett kiolvasó egysége, tehát elektronikai egysége, az egészen
2018-ig üzemelt, már bőven a, egyébként a szavatosság idején túl, amikor sikerült feljuttatni a következő példányt, hogy leváltsa őt, és az a példány azóta működik megint folyamatosan meghibásodás nélkül, és a tervek szerint egészen az űrállomásnak a űrállomás élettartama végéig fogja szolgálni az orosz űrhajósokat, illetve hát nem csak az orosz űrhajósokat. Érdemes megemlíteni, illetve hát egy érdekesség az, hogy ugye itt arról van szó, hogy ez egy olyan sugárdózismérő, ami úgynevezett termoluminescens dózismérőket tartalmaz. Ezek olyan kristályos anyagok, amelyekről azt kell tudni, hogyha őket ionizáló sugárzásnak tesszük ki, tehát például az űrállomáson ugye éri őket a kozmikus sugárzásnak a protonjai, ionjai, akkor a bennük, ahogy a sugárzás része elnyelődik, az energia része elnyelődik, ezt az energia tartalmat, ezt az információ tartalmat elraktározzák magukban, itt a kristály szerkezetben, vagy hát az elektron szerkezetben történő változásokra kell gondolni, ezt el tudják raktározni, és úgy lehet ezt az információt visszanyerni, hogyha ezeket a kristályokat felfűtjük. Amikor felfűtjük őket, akkor azzal arányosan, hogy mekkora energia nyelődött el bennük korábban, azzal arányos fényjelet bocsátanak ki magukból. Innen van ez a idegen szóval ugye termoluminescencia, tehát hogy a termikus melegítés hatására kiváltott luminescencia, fénykibocsátás. Ez a maga a működési elv. Ilyen mérőműszerek egyébként, vagy ilyen detektorokat különböző helyeken, különböző országokban, de a világűrben is számos űrügynökség használ és használt, de mindegyiknél az volt a jellemző, hogy maga a kiolvasó egység a Földön található, tehát mindenki csak az egész küldetésre vonatkozó dózisokat tudott meghatározni, és mind a mai napig a pilla az egyetlen, ami rendelkezik fedélzeti kiolvasó berendezéssel, ami megint egy kis egység, egy literes, egy kilogrammos tömegű kis kiolvasó berendezés, kis fogyasztású berendezés. Tehát már mind a mai napig nem sikerült másnak ezt megvalósítani, hogy a világűrben lehessen kiolvasni ezeket az érzékelőket. És ami még egy külön érdekesség és egyedülálló dolog, ami miatt ez egy világra szóló fejlesztés, az az, hogy mind a mai napig nem létezik az ISS űrhajósai számára olyan személyi dózismérő, tehát amit magukon tudnak hordani, és az őket dózist ezáltal megbecsülni, amelyik alkalmazható lenne űrséták során, csak a pille ilyen. Tehát a pille dózismérőit tudják fölvenni, és ezek segítségével, tehát ez nem csak az orosz kozmonauták használják, hanem például az amerikaiak is, amikor űrsétára mennek, akkor kapnak az oroszoktól 2-3 ilyen pille dózismérőt, amelyekből 2-t az egy-egy űrhajósnak az űrruhájába kerül, a harmadik pedig referenciaként az űrállomás egy kevésbé árnyékolt pontjára, és akkor ezeket a dózismérőket, hát igen, amit elfelejtettem említeni, tehát amikor fölfűtjük őket, és kiolvassuk ezt az információt, hogy mekkora a dózis érte a dózismérőt, akkor ezzel a kiolvasással egyúttal töröljük is az információt, tehát újra föl lehet használni újabb mérésre ezeket a dózismérőket. És ennél az űrséta dózismérésnél is erről van szó, hogy a űrséta végzés előtt kiolvassák mind a 3 dózismérőt, ugye az egyiket elhelyezik a referenciaponton, 2-t fölvesznek magukra az űrhajósok, és amikor véget ért az űrséta, akkor utána kiolvassák megint, és a 2 különbségéből lehet megmondani, hogy mekkora volt az a többlet dózis, ami érte őket az űrséta során. És nagyságrendileg mekkora mondjuk arányaiban? Tehát mondjuk megint csak tényleg nagyságrendi beszélés, mert nyilván attól is függ, hogy mit tudom én, éppen a dél-atlanti anomália fölött tartják-e az űrsétát, vagy nem, vagy mondjuk gondolom azt próbálják elkerülni, meg ilyenek, de hogy hányszorosa mondjuk a kint levő sugárdózis a bent levőnek. Igen, sok mindentől függ, ahogy említetted is, tehát attól is, hogy az űrállomás melyik pontjához viszonyítjuk, de így jellemzően azért legalább 10-szer akkora a sugárterhelés egy ilyen során. Ez pont érdekes egyébként, amit most felvetettél, hogy a dilatanti anomáliát, hogy igyekeznek elkerülni. Ugye ez az a térség a alacsony földköli pályán, ahol a befogott mágneses öv, a Van Allen öv, a belső öv, az csúnya szóval lenyúlik alacsonyabb pályamagasságokig, tehát
Ez az a rész, ami ugye hát azért, mert valójában mégse dipol a földmágneses tere, tehát nem, ez a mágnes, rúdmágnes, ez nem eleve nem esik egybe a föld forgástengelyével, és ezért van egy ilyen anomália, tehát mágneses anomália az Dél-Atlanti térségben, aminek következtében, amikor az űrállomás a Brazília és Dél-Afrika partjai közötti térrészen áthalad, akkor ott hát megint egy jelentős ilyen egy-két nagyságrenden nagyobb sugárterhelés éri az űreszközöket vagy az űrhajósokat. Valóban a cél az az ilyenkor, hogy elkerüljék ezeket a részeket. A sugárvédelem egyik alapelve az elkerülés, hogyha lehet, akkor indokolt legyen a sugárterhelés, tehát az nem indokolt, hogy akkor végezzük a repülést, amikor pont átmegyünk rajta. Érdekes módon az oroszoknál, az oroszok jellemzően egészen az elmúlt évekig pont azokat a pályaszakaszokat választották az űrsétáiknak, amelyek áthaladtak a Dél-Atlanti anomálián, de ez csak annak volt köszönhető, hogy ezek a pályaszakaszok azok, amelyek áthaladnak a szárazföldi Oroszország fölött is. Világos, és akkor tudnak beszélgetni. Fölött, és ezért velük könnyen lehet közvetlen rádiókapcsolatot fenntartani. És ez fontosabb volt, akkoriban még nem volt az oroszoknak arra lehetőségük, hogy geostacionáris műholdak segítségével ezeket átjátszó állomásként használva más pályaszakaszokon is fenntartsák a kommunikációt az űrállomás legénységével. Az amerikaiaknak volt ilyen rendszerük, azóta már az oroszok is rendelkeznek ilyen rendszerrel, és már nem szükséges nekik úgy választani az űrsétákat, hogy azok átmenjenek. De ez nagyon érdekes, mert az, amit mondtál, hogy régebben, meg hogy most már van az oroszoknak is, ez úgy értetted a régebben, hogy még az ISS korszak előtt, vagy hogy már az nem, ISS ez az korszakban ISS alatt, is? Egészen még az elmúlt évekig, egy pár évvel ezelőtt is még, vagy még talán még az elmúlt években, és néha még előfordul, hogy úgy választják meg az űrsétai időpontját, hogy átmegy a Dél-Atlanti anomálián. Így látjuk, hogy így nagyon, hogyha ilyen statisztikát ábrázolunk, hogy milyen a dózis eloszlása az űrhajósoknak az amerikai meg az orosz űrséták során, akkor ez a két, hát nem harangőrbe, de valami hasonlót kell elképzelni, az jelentősen elcsúszik egymástól, mert hogy az amerikaiaknál meglehetősen kis, relatíve kicsi a dózis terhelés, és ahhoz képest párszorosan annak az orosz, vagy hát majdnem tízszerese sokszor. Hát ez rendkívül érdekes, és nekem már csak azért is érdekes, mert én nem tudtam, hogy az orosz meg az amerikai downlink az teljesen független egymástól, mert én naívan azt gondoltam, hogy hát ha már ez egy nemzetközi űrállomás, akkor az amerikaiak biztosítják az oroszoknak is a saját folytonos kapcsolataikat mindenféle átjátszó állomás segítségével, tehát ez nekem ez nagyon érdekes. Tehát ez, valószínűleg akkor biztosították, vagy biztosították volna, hogyha vészhelyzet van. Aha. Tehát eleve az azért egy jó dolog, hogy a nemzetközi űrállomáson, hogy alapvetően két szegmens van, ez az orosz és az amerikai szegmens, és majdnem minden egység duplikálva van ilyen értelemben is, és ez egyfajta biztonságot ad. Ugye hát ez volt például az emberes, az űrhajósok szállítására alkalmas űreszközök, tehát a űrhajók esetében is, hogy milyen szerencse, hogy külön voltak fejlett. Tehát a Soyuz-zal is lehetett csatlakozni, meg korábban a Space Shuttle-lel az űrállomáshoz, és miután a Space Shuttle nyugdíjba vonult, utána az amerikaiak továbbra is el tudtak jutni a nemzetközi űrállomás fedélzetére az oroszoknak köszönhetően. Hasonlóképpen itt is megvannak ezek a párhuzamos rendszerek, csak itt hát valamiért ezt pont nem használhatták az oroszok erre. Na hát ez tényleg rendkívül érdekes, és viszont hát ugye, ha már mondtuk, hogy a Van Allen öv, vagy Van Allen, ugye amerikai, nem akarom itt hollandosítani már, hiszen már ő egy benszülött amerikai volt, itt született. Na szóval, hogy a Van Allen öv ledudorodása már ennyire durva dolgot produkál, akkor mi lehet a helyzet akkor, hogyha az emberek, ahogyan tervezik, eljutnak a Holdra? És akkor ugye ez egyre inkább aktuálisá válik a kérdés, hiszen például ugye itt van az Artemis program, és hogy jól emlékszem-e arra, hogy már az Artemis első repülésen, vagyis az ember nélküli holdat megkerülő tesztrepülésen, ami jelen pillanatban, hát nem merem azt mondani, hogy még idénre, de mondjuk 2022-re azért nagy valószínűséggel meg fog történni, és emlékeim szerint ebben is van nektek részvételetek. Ez így van. Ebbe is meghívást kapott az Energiatudományi Kutatóközpont. Passzív dózismérőkkel, tehát ilyen tápelletest nem igénylő, és ilyen
földi kiértékelést igénylő detektorrendszert szolgáltatunk számukra. Ezek gyakorlatilag hasonló detektorok, mint amik például a pillében is vannak, tehát ilyen termoluminescens detektorok, meg úgynevezett szilárdtest nyomdetektorok, amelyek a nevük is sugallja, ahogy a nehéz töltött részecskék, főként ionok így áthaladnak ezeken a plasztikokon, tehát ezek ilyen műanyagok gyakorlatilag károsítják az anyag szerkezetét, nyomot hagynak benne, és ezeket a földön lehet ezeket a nyomokat úgymond felnagyítani kémiai maratás segítségével. Ilyen detektorokból álló detektorösszeállítást... Na, igen, de várjál, akkor ebből nem lesz, ha ez csak utólag olvasható ki, és hevítéses dolog kell például a termoluminescens részéhez, ami az egyik része, akkor ebből így nem lesz idősor, ugye? Tehát ebből nem. Tehát ott több... Csak egy kumulatív dózis lehet. Tehát itt csak egy ilyen mérésre kerül sor, hát illetve lesznek aktív dózismérők is, az amerikaiak visznek föl aktív rendszereket is. Ami miatt ez fontos ez a passzív dózismérő, hogy itt nem csak simán elhelyezik ezeket a detektorokat az Orion űrhajóban, hanem ezen a repülésen, tehát az Artemis 1 repülésén, ami az első éles főpróba lesz, de olyan értelemben, hogy még emberek nélkül, ezen nem emberek fognak utazni, hanem elhelyeznek egy-egy ülésben egy-egy emberszerű fantomot, tehát egy-egy bábut, aminek az összetétele, kémiai összetétele az nagyon hasonló az emberi testszövetéhez, illetve ahol nekünk csontjaink vannak, tehát keményebb testszövetek, ott pedig a csonthoz hasonló anyaggal, néha csonttal töltik ki ezeket a részeket, és a testen belül helyezik el ezeket a detektorokat. És azért szeretnek itt ilyen passzív detektorokat használni, mert ezekből többet is el lehet helyezni, és relatíve olcsón, meg egyszerűen, tehát anélkül, hogy nagy legyen a fogyasztásuk, vagy ilyesmi, hát ezek nem fognak meghibásodni gyakorlatilag, és a test különböző pontjaiban, különböző mélységekben, illetve különböző szervek helyére helyezik el ezeket a dózismérőket, és ez azért fontos, mert hogy az egy persze egy fontos szempont, hogy megnézzük, hogy mekkora a beérkező sugárzásnak az energiaeloszlása és az intenzitása, a fluxusa, de ez a bejövő sugárzási tér, ez módosul, ahogy belép az emberi szervezetbe is. Tehát maga a bőrünk, a bőrünk alatt levő zsírszövetek, izom is árnyékolja a sugárzási teret, illetve a sugárzást, az ionizáló sugárzást. Egyrészt árnyékolja, másrészt át is alakítja. Tehát másodlagos sugárzások keletkeznek a szervezeten belül is, és ezért nem mindegy, hogy a sugárdózist, a sugárterhelést, azt mire vonatkoztatjuk, tehát hogy most a bőr felszínére, vagy a szívre, vagy bármely más szervre, főleg azért sem, mert a különböző szervek eltérő sugárérzékenységet mutatnak. Tehát vannak olyan szervek, mint például a vérképző szervek, amelyek sokkal érzékenyebbek az ionizáló sugárzásokra, mint például akár az agy például nem annyira érzékeny, de ezek osztályozva vannak a különböző szervek, hogy melyik érzékenyebb és melyik kevésbé, és ezért nem elég az, hogy van egy dózismérünk mondjuk a fantomnak a külső felszínén, hanem mindenképp fontos belül is méréseket végezni. Ugye az űrhajós testében eléggé körülményes lenne telepakolni az űrhajóst dózismérővel, tehát mindenképp ez humánus megoldás, hogyha erre fantomokat használunk, tehát bábukat, és emellett ugye elhelyeznek különböző, akár időfüggő mérésekre alkalmas műszereket még az Orion űrhajóban, és ezeket az adatokat utána úgy elemzik ki, hogy különféle matematikai ilyen szimulációkat végeznek még, vizsgálják a külső sugárzási teret, és vizsgálják, hogy a meglévő fizikai modellek segítségével, matematikai modellek segítségével, hogy várhatóan mekkora dózis lenne az adott szervekben, és az összevetik a mérési eredményekkel, és akkor ezzel lehet tovább pontosítani ezeket a szimulációkat, illetve előrejelzéseket. Tehát ez egyfajta ilyen iterációs munka, tehát ezzel egyrészt ellenőrzik is az eddig meglévő tudást, másfelől ki is bővítik azt további mérési eredményekkel. Tehát ez lesz ez a küldetés, amiben mi részt veszünk, és a Phantomban lesz elhelyezve ez a Phantomon ez a összeállítás. Számos más, tehát ez egy konzorcium keretében fog megtörténni. Maga a kísérletet
a német űrügynökség vezeti, tehát a DLR a gondozója, és rajtunk kívül még több más nemzet is részt vesz ebben, tehát nem mi vagyunk az egyedüliek, de nagyon fontos szempont az, hogy minket ebben meghívtak, mert ez lesz egy úttörő mérés lesz, ugye az első alkalom, amikor egy emberes űrhajó fedélzet, egy bolygóközi emberes űrhajó fedélzetén ilyen jellegű méréseket végezhetünk. Hát az Apollo éra idején az akkori sugárdózis mérések eléggé kezdetlegesek Igen. voltak, tehát gyakorlatilag ilyen filmeket vittek föl, tehát nagyon minimális adat áll rendelkezésre, közvetlen mérési adat azokról a repülésekről. Amit azóta mérési eredmények vannak, azok egy-két űrszonda, ami végzett ilyen méréseket, mint holdszondák, meg marszondák fedélzetén jutottak föl ilyen detektorok, de ez az első alkalom, amikor egy fantom belsejében lehet mérni, és ez egy ilyen fontos belépő, aztán ugye a következő lépés pedig a hold körül keringő űrállomás, ami még hát nem készült el, hanem az a következő években fog megépülni, a Gateway, aminek a fedélzetére már nem passzív detektoros dózismérőt fog az intézetünk elkészíteni, hanem hát ami biztos az, hogy egy félvezető detektoros rendszert, ami egy mérőműszert, és amellett bízunk benne, hogy magát a kísérletet kiszolgáló, vagy összefogó, tehát magát az egész műszer együttesért is mi leszünk a felelősek. Tehát ez az IDA kísérlet, az Európai Űrügynökségnek a belső dózismérő összeállítása. Ez, itt az volt az elképzelés, hogy összegyűjtik azokat a már repülési tapasztalattal rendelkező mérőműszereket, tehát amelyekkel mértek már valaha például a nemzetközi űrállomás fedélzetén, megbízhatóak, tehát nem is szükség jelentős átalakításra, és ezeket gyűjtötték össze. Itt három európai műszer került bele, az egyik a Tritel, amit az intézetünkben fejlesztettünk, emellett egy német és egy cseh detektor fog felkerülni, illetve a JAXA, a japán űrügynökség is szolgáltat két másik detektort, és ezeket a detektorokat kell egy műszer együttesbe integrálni. Az intézetünk, vagy kutatóközpontunk az elmúlt évben meghívást kapott arra, hogy ennek a koncepcióját kidolgozza, tehát elkezdtük a koncepció kidolgozását. Ez a fázis, projektfázis az most idén fog lezárulni, egy deszka példány elkészültével, tehát demonstrálni fogjuk, hogy elkészül legalábbis a technológiai, vagy hát egy ilyen deszka példány ennek a műszer együttesnek, és eközben az Európai Ügynökség ki is írta már a pályázatot a műszer megvalósítására, vagy műszer együttes megvalósítására, ahol említettem, hogy ezek a részegységek, tehát például a Tritel is az egy kötelező eleme lesz a mérőrendszernek, tehát ilyen szempontból már biztosan fönn lesz Magyarország a holdi űrállomáson is, a Gateway-en, de ami még nagyobb eredmény lenne, vagy lesz remélhetőleg, az az, hogyha mi tudjuk magát az egész rendszert is megépíteni. Erre a pályázatot most nyújtjuk be a napokban. Na hát ehhez nagyon-nagyon gratulálok mindehhez. Igazából elkockultuk az időt, az adás időből 4 perc maradt hátra, de mégsem engedhetem meg, hogy legalább néhány statement-szerű gyors megjegyzés erejéig, ha ne kérdezzelek meg téged, mint hát a magyar űrkutató társadalomnak egy igen reprezentatív mintáját, egyszemélyes mintáját, hogy mi a Magyarország űrstratégiája című dokumentum, amit sok éves előkészítés után elfogadott a kormány, és most már éppen augusztus 20-a előtt ugye nyilvánossá vált, mindenki számára olvasható. Nagyon-nagyon röviden, mi ez, mit jelent, és miért fontos? Ez egy olyan, ahogy a neve is mondja, stratégiai dokumentum, ami nagyon fontos és hiánypótló volt, mert az Európai Ügynökség többi tagállamának jelentős része rendelkezik ilyen dokumentummal már, és elvárás is az új tagok felé, hogy ilyen dokumentummal rendelkezzenek. Illetve Magyarországnak azért is fontos ez az űrstratégia, hogy megszületett, mert hazánk felismerte azt, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos az, hogy Magyarország továbbra is a jövőben is haszonélvezője legyen az egész nemzetközi űrtevékenységnek, a gazdasági hatásainak, a hasznos társadalmi és gazdasági hatásoknak, és fölismerte azt, hogy a jövő az erről szól, tehát már a mai
napjainkban is a maga a földi tevékenység, a földi gazdaságot is átszövi az űr tevékenység. Tehát itt csak arra kell gondolni, hogy az IT-szektor, tehát vagy a infokommunikációs szektort a műholdakon keresztül átszövi az űr tevékenység, de hasonlóan a mezőgazdaságtól a földmegfigyelésig, a katasztrófavédelemig mind-mind különféle műhold hálózatokra vagyunk hagyatkozva. És az, amit ma gazdaságnak, iparnak nevezünk, az gyakorlatilag űrgazdaság és űripar lesz a jövőben, vagy hát már akkor úgy fogunk róla beszélni, mint gazdaságról és iparról természetesen, mert még szervesebb része lesz az egésznek. Föl is ez a dokumentum gyakorlatilag különböző célokat fogalmaz meg, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy Magyarország az elkövetkező években mindazt a örökséget, ami az elmúlt jó pár évtizednek az eredménye, amit elért Magyarország, hogyan lehet hasznosítani ezeket az eredményeket, azokat a területeket, ahol Magyarország kiemelkedő eredményeket ért el, tovább erősíteni, további kitörési pontokat megjelölni, és úgy megerősíteni a hazai űripart, hogy utána 5 év múlva már gyakorlatilag a saját lábán megállva egy jelentős szereplője legyen a nemzetközi űrgazdaságnak, vagy az űrtevékenységnek. Tehát ez a dokumentum részletezi azokat, hogy egyrészt, hogy hát milyen kapcsolatban van ez más egyéb stratégiai célokkal, hazánk más egyéb stratégiai céljaival, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a hazai űripart megerősítsük, hogy olyan vállalatok szülessenek, amelyek utána az európai és nemzetközi piacon megállják a helyüket egy erős versenyben. Amit kiemel például a dokumentum az az, hogy tovább kell erősíteni az ipar, kutatás, oktatás lábak közötti kapcsolatokat. Ennek egyébként egy kiváló példája a kutatóközpontunk is, amely már az Európai Űrügynökséghez való csatlakozás követő évben felismerte azt, hogy hát létrehozta a Rembet Kft. Spin-off céget, amelynek jelenleg ügyvezetője vagyok, és hogy megerősítse azt, hogy amit a kutatóintézetben született eredményeket gazdaságilag is hasznosítani lehessen és termékesíteni. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ne rekedjenek meg akár a kutatóhelyeken történt innovációk egy-két műszernél, hanem abból a hasznosítható termékek születhessenek. De a dokumentum kitér mindenféle olyan szempontra, mint például, hogy mik az esetleges kockázatok, mik szükségesek ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. Tehát itt az utánpótlás képzéstől kezdve több pontra is kitér, milyen infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Gyakorlatilag itt az első 5 év, tehát a következő 5 évet jelöli ki úgy, ahol jelentős ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy megerősödjön a hazai űripar, űrtevékenység, és azt követően a tervek szerint ezt az ösztönzőket folyamatosan lehet kivezetni a rendszerből, és utána már piaci alapon ez meg tudja állni a helyét. Egy nagyon fontos iparágról van szó, az űriparról, mert nagyon jelentős hozzáadott értéket képviselnek ezek a tevékenységek. Eléggé technológiai és innováció intenzívek ezek a tevékenységek, és begyűrűznek a beszállóítói láncon keresztül a gazdaságnak nem alacsonyabb rétegeibe, de hát a hétköznapi rétegeibe is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy specifikusan űriparral foglalkozó cégeknél hasznosulnak a befektetett forintok, vagy dollárok, vagy eurók, hanem ezt követően ezeknek a cégeknek a bezállítói láncán keresztül élénkíteni tudja a gazdaságot ez a tevékenység. Ráadásul ez olyan tevékenység, amire feltétlenül szüksége lesz hazánknak, főleg azért is, mert hogy ezek olyan infrastruktúrák, amikre szükségünk van, hogy hozzáférjünk, tehát a műholdas információkra a jövőbeli túléléshez feltétlenül szüksége van az országnak, mint bármely más országnak a Földön gyakorlatilag. Ezt lehet így nagyon dióhéjban elmondani. Egy nagyon átfogó dokumentumról van szó, ami tényleg részleteiben kitér, mint a már meglévő hazánk már meglévő kapacitásaira, kapcsolatrendszerére, illetve hogy milyen lépések szükségesek azokhoz, ahhoz, hogy ezek a kapacitások tovább bővüljenek, a kapcsolatrendszerek is erősödjenek, illetve hogy hogyan lehet
koordinálni ezt az összetett tevékenységet, ami nem egy triviális probléma. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt rendelkezésünkre álltál, és megosztottad velem és a hallgatókkal ezt a rengeteg érdekes információt. Még egyszer gratulálok a minden eddigi eredményhez. Szeptember 2-án jön a Parallaxis Podcast új évadja, és az első meghívott vendégünk Rusty Schweikart, aki az Apollo 9 Holdcom pilótája volt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!